Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Bonyhádon a Petőfi Általános Iskolában megújult vizes blokkok, új játszótér és a felső évfolyamokban interaktív táblák várták a gyerekeket. Az iskola közel 80 millió forintot költött a szükséges fejlesztésekre, emellett a pedagógusok továbbképzésére is figyelmet fordított az intézmény. A hagyomány szerint a Petőfi Általános Iskola minden osztályáról készül fénykép az évelején. Akik régóta itt tanítanak, azt mesélik, 8. nagy élményt jelent visszanézni ezeket a képeket. Az idei nyár nem telt munka nélkül az iskolában. Alig, hogy kicsengettek, elkezdődött a felújítás, hogy mire újra megtelik gyerek zsivallyal a ház, minden készen álljon a fogadásukra. Zente most lépte át először az iskola kapuját. Társaival együtt nekik természetes lesz, hogy kultúrát vizesblokk és udvari játszótér is van. A nagyobbaknak mindez még újdonság. Én be kell vallanom, nem mindenki volt nyaralni az idén nyáron sem. Ilyenkor tudjuk megcsinálni a nagyobb volumenű beruházásokat, felújításokat, és hát elég szűkös, tehát van 2 hónapunk arra, hogy amint kilép a gyerek innen, már elkezdünk dolgozni, és utána augusztus 31-ével gyakorlatilag befejezzük a munkákat egy perccel se előbb. Sok felújítás történt az idén is. Kezdeném az alsó tagozatot. Az alsó tagozaton sikerült csinálnunk egy játszóteret, egy teljesen új játszóteret, ami remélem nagyon klassz lesz és tetszik a gyerekeknek. Komplett felújítottuk a vizes blokkokat, ez 11 vizes blokkot ölel magába, és a felső tagozatról sem feledkeztünk el, oda pedig próbáltunk szerezni smart táblákat, illetve interaktív táblákat, nem olcsó pénzért. De nem csak a külső, hanem belsőben is próbálunk megújulni. A nyáron továbbképeztük a kollégáinkat, és a tavaly tervezett Lego, Vidu, robotika felé elmenő technikát beszereztük, és továbbképzésen vettek részt 15 kollégám, és remélem, hogy idén akkor a hadisorba állva ezt is tudják alkalmazni a megújulva. Ez az egyik a már említett interaktív táblából. Azt mondják, az iskolában ezek olyan taneszközök, melyek nélkül korszerű oktatást már nehéz csinálni. Az látható, hogy a gyerekek sokszor pillanatok alatt értő módon nyúlnak a taneszközökhöz, ami a pedagógusoknál sokszor fejtörést okoz. Gyakorlatilag nyár során ezek a beruházások, ezek kielégítenek még apróságokkal is, de közel 80 millió forintot költött rá az iskolánk csak az általános iskolára. Mert hogy a gimnázium is azonos költségvetésből gazdálkodik. A tanév megkezdésével nem csak a szigorú oktatási munka indul, hanem nagyszabású rendezvényekre is sor kerül. Első fontosabb programunk, amit szeretnék megemlíteni, a szeptember 14-én szombaton 9 órától megtartjuk a most már hagyományosnak tekinthető alapítványi futásunkat. Ide nem csak a iskolánk tanulóit várjuk szeretettel és a szüleiket, hanem akár óvodás gyerekeket és szüleiket. Lesz rengeteg program, trambulin, légvár, játszótér, egészségfelmérés, és a futóverseny keretében pedig rövidebb és hosszabb távokkal készülünk, úgyhogy szeretettel várom mindenkit. A célja ismét az alapítványi futás névéből is fakad az, hogy az alapítványt támogassuk, aminek olyan kitűzött céljai vannak, mint hogy a gyerekek nyári szüneti táboroztatásának megsegítése, de akár az egészségre nevelés más formája is, egészségnapot szerveznek, stb. Ilyeneket támogat az alapítványunk. Szeptember 14-én mindenkit, aki segíteni tud az iskola alapítványának, vagy egyszerűen csak egy jó programon szeretne részt venni és tenni a saját egészségi érdekében, várnak a felújított és korszerűbbé váló Petőfi iskolában. Sikeres szezon zárt a termálfürdő, hiszen több mint 20 000 fő látogatott ki a nyár folyamán Bonyhádra. A fürdőzést kiegészítő rendezvények, mint például a Fényszínház, a Hip-Hop Est, a Családi Délután, vagy éppen a szezonzáró fürdőfesztivál mindegyike közkedveltnek bizonyult. Az iskola kezdés egy új fejezet sokak életében, ami a nyári szezon végét is jelenti. Több százan döntöttek úgy, hogy a nyár utolsó napjait vizes szórakozással és változatos családi programokkal zárják a Bonyhádi termálfürdőben. Színpadon énekel Denis, aki a dal 2019 műsorából megismert énekes. A színpadi fellépők mellett számos családi programmal is várták az érdeklődőket a Bonyhádi termálfürdő szezonzáró rendezvényére. A gyerekeket ingyenesen használható légvárral, gokárttal és trambolinnal várták a szervezők. A medencék mellett felállított színpadon pedig éjszakában nyúló élőzene szórakoztatta a fürdőzőket, akik ezen a napon késő estig lubickolhattak.
A fellépők sorát két tehetséges ifjú rappénekes nyitotta meg, Böheim Roland és Fehér László, utánuk Denis lépett színpadra, majd a sokak által várt Chris Rudy, aki a hírek szerint rövidesen édesapa lesz, és a bulvár hírek szerint saját édesanyja lelkét várja visszaszületni leendő gyermekében. A szervezők minden korosztály számára a legmegfelelőbb szórakozási formát kínálták, ennek megfelelően senki sem unatkozhatott ezen az esten. Mindenki megtalálja magának a számítását, úgymond. Tehát mindenki jól érezheti magát, a kicsik is, a nagyobbak is, idősebbek is, mi magunk is, ugye szülők. Úgyhogy mi szeretünk ide járni. Ott gokárdoznak a nagyobbak, ők szeretnek nagyon ilyen fiús dolgokat csinálni, ugye ők gokárdoznak, akkor ugrálóváraznak. Tehát inkább ő miattuk jöttünk, a gyerekek miatt. Ez a lubickoló kisfiú Jenei Dávid, aki apukájával járt a nyár folyamán többször is a bonyhádi fürdőbe. Nem tudom megszámolni, hogy hányszor voltunk. Forgóban szoktam lenni legtöbbet, meg itt úszkálni. A fürdőzés mellett több kiegészítő, színpadi programra is kilátogattak a fiatalok. Hát most igazából a bárra, vagy erre a báli zenére, a dinamikra, meg kicsit fürödni, most is jó idő van. Nem tudunk most fürdeni, és így csak a koncertekre jöttünk. De már voltunk itt a bonyhádi. Persze, voltunk. Többször is. A másik rendezvényen is voltunk a múltkor. A fürdőzés nyújtotta élményért rendszeresen kilátogatott a nyár folyamán Bonyhádra egy nagymama unokájával. Hát nagyon szeretik a csúszdát, azt az örvényt, forgórészt, meg fürödni. Gyermekek vízbe lenni, azt mindig nagyon szeretnek. Sikeres szezon zárt a termálfürdő, hiszen több mint 20 ezer fő látogatott ki a nyár folyamán Bonyhádra, tudtuk meg a város kommunikációs munkatársától. A fürdőzést kiegészítő rendezvények, mint például a Fényszínház, a Hip-Hop-fest, a Családi délután, vagy éppen a szezonzáró fürdőfesztivál, mindegyike közkedveltnek bizonyult. Elmondhatjuk azt, hogy talán soha nem volt még olyan sikeres szezonja a létesítménynek, mint az idei. Ez köszönhető elsősorban a jó időnek, de talán köszönhető azoknak a rendezvényeknek és programoknak is, amelyet a város vezetése karöltve a fürdőt működtető Bonikom Nonprofit Kft.-vel szervezett, annak érdekében, hogy a hozzánk látogatók még nagyobb élményben részesüljenek. Pünkösd hétfőjén nyitotta meg kapuit a létesítmény, és gyakorlatilag most augusztus végén elmondhatjuk azt, hogy nagyon népszerű volt nem csak a bonyhádiak, hanem a távolabbról érkező körében, sőt, egyébként a mai rendezvényre is túl azon, hogy Tolna és Baranya megyéből többekkel beszéltem, akik onnan származak és jöttek, Budapestről, sőt Debrecenből is érkeztek, akár Denizre, illetve a most színpadon látható Chris Rudyra, ami mindenképpen visszaigazolja azt, hogy érdemes volt őket is meghívni, és a tényleg a fürdőző vendégeknek a pozitív visszacsatolása a legfőbb igazolás számunkra, hogy nagy szükség van ezekre a kiegészítő programokra. A szezonzáró fürdőfesztivál program kínálatából talán a leginkább várt fellépő Chris Rudy volt, akiről a közönség egy ideig 2008 és 2016 között nem hallhatott. Az elmúlt három évben viszont megújult energiával, párjával közösen alkot. Elmondása alapján párjában találta meg a tökéletes dalszövegírót. A közös munka eredményét leghamarabb idén októberben hallhatják a rajongók. Próbálom hozni azt a vonalat, ezt a picit ilyen elektronikusabb zenei vonalat, amit most ismerhettek meg tőlem a közönség. Ugye régebben inkább ilyen lirikus dalok voltak, ma már szerintem nagyon sokan ismerik a Kimentünk a divatból. Az egy picit ilyen átment egy ilyen elektronikusabb vonalba. Nekem most igazándiból ez az a vonal, ami közel áll hozzám. És úgy érzem, hogy egy teljesen új tábor ismert meg, teljesen új rajongói közeg között is lépek fel, úgyhogy több generáció is egyébként találkozik mostanában így a fellépéseimen, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. A párommal most már több mint 11 éve együtt vagyunk, és ő az elmúlt 6-7 dalomnak ő volt a szövegírója. Szerintem nagyon jó érzéke van hozzá. Valószínűleg még hosszú távon fogunk együtt dolgozni. Én azt gondolom, én nagyon jó szövegírót találtam meg benne. Folyamatosan gyártom a dalokat, szó szerint egy-két havonta jövök ki új klippekkel, úgyhogy aminek nagyon hálás vagyok, hogy a mai napig is ugye zenélhetek. Vagyunk most ugye a strandon. Én azt gondolom, hogy nagyon jó időnk volt, aki itt volt, az jól érezte magát, én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy remélem, hogy ez átjött mindenkinek. Örülök, hogy velem együtt énekeltek az emberek, és örülök, hogy itt lehettem. A bonyhádi termálfürdő jövő évben pünköskor nyitja ki újra kapuit a szórakozni vágyók előtt.
Az egészségbiztonság kérdéseiről volt szó Bonyhádon, a város által szervezett lakossági fórumon. A szakemberek arra hívták fel az érdeklődők figyelmét, hogy mindenkinek tennie kell annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás folyamatában ne kerüljön veszélyhelyzetbe. Kinek a látása, kinek a vérnyomása ellenőrzése volt a fontos? Ők ellentétben sokakkal megtették a szükséges lépést saját egészségük védelme érdekében. Mert hogy, mondják az egészségügyi dolgozók, ez egy közös ügy, és hiába tesz meg mindent a szolgáltató, ha a beteg vagy a leendő beteg nem tesz semmit a baj elkerüléséért. A betegbiztonság kérdése új sütetű tudomány. Éppen ezért kell róla sokat beszélni. Az egészségértés Magyarországon eléggé gyerekcipőben jár a lakosság körében, és a különböző fogalmaknak az értelmezése a laikus lakosságnak, néhányunknak nagyon-nagyon nagy problémát okoz. Ezen belül a mostani lakossági fórum, ami a Semmelweis Egyetem Egészségügy Menedzser Képző Központja által szervezett kampány keretében megvalósul, a betegbiztonsággal foglalkozik. A betegbiztonság tulajdonképpen az a fogalom, az mentesség az akaratlan bántalmaktól, amikor igénybe vettünk egy egészségügyi szolgáltatást. Itt nem csak a betegnek, és nem csak az egészségügyi ellátónak, hanem a betegnek is van teendője, és tulajdonképpen ezekkel a fogalmakkal, hogy mit tehet a beteg azért, hogy biztonságosabb legyen az ő ellátása, ezt mutatjuk be laikus nyelven a lakosságnak. Ez a fórumunknak a célja, és egy picit edukálni a lakosságot a különböző egészséggel kapcsolatos fogalmakkal. Fő üzenete a kampánynak, hogy nekik is van tennivalójuk. Egy egyszerű példával szeretném ezt megvilágítani. Például, hogyha elmegy kiváltani a gyógyszert valaki, és ott megkérdezik tőle, hogy milyen gyógyszereket szer, akkor jó, hogyha tudja a gyógyszereket, és itt nem csak a gyógyszerekre, hanem az egyéb termékekre is nagyon-nagyon fontos gondolni, amit még szedünk, mert azok is okozhatnak interakciót. Általában ezt nem szokták tudni az emberek. Az információ az egyik legfontosabb biztonsági elem. A megfelelő kölcsönös tájékoztatás jelentősen csökkentheti az esetleges nem kívánt hatások kialakulását. Hogyha nem tudja megegyezni, mert a gyógyszerek neve nagyon bonyolult, akkor viszont írásban jó, hogyha ott van, és ez nagy mértékben növeli az ő ellátásának a biztonságát, mert eléggé kaotikus és káoszos környezetben kell az egészségügyi ellátóknak helytállni. És ott egy nagyon rossz döntés nagyon komoly következményeket tud okozni. Ez egy újfajta tudományterület, és ennek a jelentősége és az ezzel kapcsolatos károsodásoknak a nagy száma, ez most igenis, hogy előtérbe került, és ez egy nagyon-nagyon fontos terület, és arra gondoltunk a Semmelweis Egyetem keretében, hogy most már illő lenne a lakosságot ez irányban is edukálni. Az én tapasztalatom szerint az embereknek a nagyjából egy 70-80%-a ő nem tudja azt, hogy milyen gyógyszereket szed, név szerint. Azt tudja, hogy milyen problémára szedi, milyen gyógyszercsoportot szed, de név szerint nem tudja. Tudja azt például, nem tudja mondani, hogy szed vérnyomás csökkentőt, szed véralvadásgátlót. De vérnyomás csökkentőknek nagyon nagy a száma, tehát hogy pontosan mit szed, azt nem tudja. Illetve nagyon fontos azt is tudni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogyha valaki krónikus betegségben szenved, például magas vérnyomása van, cukorbetegsége van, ahol krónikusan, hosszú ideig folyamatosan fegyelmezetten kell gyógyszert szednie, akkor ennek a gyógyszerszedési fegyelemnek milyen biztonsági kockázatai vannak, hogyha ezt nem jól csinálja. Ennek az együttműködésnek, a terápiával való együttműködésnek szintén van betegbiztonsági jelentősége. A betegbiztonsághoz az is hozzátartozik, hogy időről időre szűrővizsgálatokon kell átesni, mondta Dani Nétócsányi Éva, a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda vezetője. Alapvető lenne az, hogy mindenki a korának megfelelő szűrővizsgálaton részt vegyen, odafigyeljen magára, és hogyha bármilyen korai tünete, panasza van, akkor felkeresse a háziorvosát és a kezelőorvosát.
Én azt látom, hogy egyre inkább eljönnek, egyre inkább odafigyelnek magukra az emberek, és ez az alkalom arra is nagyon jó, hogy alapvető információt nyújtsunk nekik egyrészt a betegbiztonságról, egyrészt arról, hogy milyen szűrővizsgálatok vannak, és a szűrésekkel pedig egy egészségügyi alapállapot felmérést is végzünk, bármilyen panasz esetén természetesen tovább irányítjuk őket a házi orvoshoz, és így elindulhat egy kivizsgálás. Ebben az esetben mindig az a cél, hogy korán, ideje korán felismerjük azokat a krónikus betegségeket, amiket utána könnyen tudunk kezelni. Nagyon sok dezinformáció is kering az interneten, ezért fontos tudnunk, hogy mely információ az, ami megbízható, és mely információ, amire támaszkodhatunk. Ha ez nincs meg, akkor bizony félrevezethető lehet az illető kliens, és ezáltal a saját egészségügyi állapotát képes rontani is. Ahhoz, hogy a beteg el tudja dönteni az adott információ helyességét, szükséges ilyen oktatási alkalmakat szervezni, mondta az EFID oda vezetője, mert csak így biztosítható a betegbiztonság. Nem csupán a pályán történtek események, hanem a pályán kívül is az éppen soros majos-kakas meccs szünetében. Ezúttal abszolút pozitívak. Újabb jelentős fejlesztéssel válik egyre jobban 21. századivá a majosi, sokáig retro sporttelep. Az öltöző felújítás és egy szabadtéri fitness tér átadása után elkészült egy ülőhelyi lelátó, amely 130 néző kényelmes elhelyezésére alkalmas. Vagyis az ünnepi pillanatok után illet győzni a majosi csapatnak a szívós, masszív kakasd ellen. Egy holmásnak mondható rövidpasszos összjáték után egy váratlan lövéssel már a negyedik percen megszerezte a vezetést a majosi csapat. Steinbock Máté Petrovicshoz passzolt, a Baranyából érkező új csatár mintaszerűen emelt a jobb felső sarokba, látványos gól volt 1-0 hazai zöldfehéreknek. Ezt követően némi meglepetése szinte végig az első félidőben a fekete-fehérmezes vendég kakasdiak domináltak. Küzdőképességben és labdabirtoklásban is a visszatérő kakasdi edző Knisz Mátyás csapata jobb volt. Sokszor a majosi 16-oson belül folyt folyamatosan a játék. Az első játékrész hosszabbításában meg is született a megérdemelt kakasdi egyenlítés. Kellett ehhez Szejler durva hibája, miután Erős Mário megtartotta a labdát, majd jó ütemben passzolt Varga Ákoshoz, aki már a helyzetben levő Máté Balást játszotta meg. A csatár megcsinálta a cselt, miután Szőcs Attila buktatta, jogos 11-es. A büntetőt Hukker a jobb alsó sarokba helyezte, 1-1 a fél időben. A két félidő közötti szünet sem volt ezúttal eseménytelen, újabb szalagátvágással egybekötött létesítmény átadás következett az elmúlt években szépen 21. századivá váló majosi sporttelepen. Az öltöző komplexum felújítása, a pálya bekerítése, a szabadtéri fitness tér kialakítása után egy 30 milliós fejlesztés részeként 130 néző kényelmes elhelyezésre alkalmas lelátóval gazdagodott a Bonyhádváros fennhatóság alatt tartozó majosi sporttelep. Az ünnepélyes átadáson maga a polgármesterasszony Filóné Ferenc Ibolya vágta a nemzeti színű szalagot át. Bár Bonyhádvárosa egy város és három csapata van, különböző bajnokságokban játszanak, mindenkinek szívből szurkolunk ebben a bajnoksági évadban is, de számunkra mindegyik egyforma és mindegyik kedves, most a majosiak kerültek sorra, volt egy kezdeményezés az Egyesület részéről, 6,5 millió forintos erővel támogatta az önkormányzat azt a társasági adós pályázatot, amiből megvalósulhatott mindez, az a lelátó, amit ön is említett, kerítés, járda épült, a már évekkel ezelőtt szintén TAO-s pályázatból megvalósult klubháznak a felújítása is megtörtént, és ami nagyon fontos, még egy öntözőkutat is tudtunk építeni, hiszen a pálya locsolása ahhoz, hogy ez ilyen állapotban legyen, rengeteg vizet fogyaszt, nem árt, hogyha azt nem a más kutyából, hanem a sajátunkból tesszük, hiszen 2 millió forint nagyságrendileg az a rezsiköltség, amiben ennek az egész létesítménynek a fenntartása kerül évente, amelyet szintén az önkormányzat fizet. Nagyon jó társaságot alkotunk az önkormányzattal, az önkormányzat mindenben segít bennünket. Jelentős támogatást kapunk, sportcélú támogatást a várostól, ez éves szinten 5 millió forint körüli összeg, valamint működteti és üzemelteti az egész létesítményt az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy fizeti a rezsiköltségeit, valamint egy közalkalmazottat biztosít az Egyesület rendelkezésére, aki pályagondok és szertárosi feladatokat lát el. Sportegyesületnek a vezetői,
a városnak a vezetői, és itt a futball szerető embereknek az összefogásából valósult ez meg. Ehhez kellett az önkormányzatnak a támogatása, kellett a klubnak az elnökségének az együtt gondolkodása, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak itt. Ugye ebben az évben megcsináltuk itt ezt a D-típusú sportpályát, elkészült a hátunk mögött látható lelátó, elkészült egy furtkút, ugye abból egy puffertartály, amivel itt a folyamatos zöldet lehet biztosítani a nyáron is a játékosoknak és a kilátogató embereknek, hogy tényleg 21. századi körülmények között lehessen futballozni, és mindenki érezze jól magát a futballpályán. Váratlan Majosi góllal indult a második félidő. Egy hazai beívelést követően leblokkoltak a kakasdi védők, Seiler szabadon elfejelte labdát, amire csak Bognár Sándor mozdult, és 4 méterről átfejelte a labdát a kakasdi kapu jobb alsó sarkába, 2-1 a Majosnak. A nyomasztó fölény góllá érett a 81. percben. Kis, kapu közeli beadásába kézzel nyúlt bele az egyik védő, ami 11-est vont maga után. A büntetőt a csereként beállt Hegedűs belőtte, a labda a jobb kapufáról vágódott be a bal alsó sarokba, Séfer hiába vetődött jó irányba. A kakaszt becsülettel küzdött a szépítő gólért, amit egy perccel a befejezés előtt meg is szerzett. Fábián Csaba jobboldali szögletére a kakaszt kulcsembereinek számító Márk testvérek ugrottak fel, Krisztián elvitte magával a védőket, így Attila csúsztathatott egy határozott mozdulattal a jobb sarokba, szép jelenet volt ez is. Ezzel kialakult a szomszédvári rangadón a végeredmény Majos kakaszt 3-2. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!